Optimistán tervezte az idei évét a Sárospataki végoldó fürdő, ez még az év elejé üzleti terv tárgyalásakor derült ki. Az időjárás talán kegyébe fogadta az üzleti tervet is, mert a tavalyi év nagyon jó adatainál is jobb bevételt könyvelhettek el, hangzott el a pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén, kiemelve az újonnan megnyílt büfé már az első szezon alatt behozta a ráfordított induló kiadásokat. Most a háromnegyed éves beszámolókkal látjuk, hogy hát ez nem volt alaptalan ez az optimizmus, ugyan kincstári optimizmusnak nevezhető, nevezhetjük is, hiszen az időjárástól függ minden esetben a fürdőnek a, a bevétele, de kiugró, nem sikerült kiugró bevétele volt, kiugró látogatottsága volt magának a fürdőnek is, illetve a fürdő által működtetett egységeknek. Például ugye átvették az ötös számú üzlethelyiséget, és ott is 4 millió forint eredményt sikerült elérniük. A bizottsági elnök a látogatottsági adatokról szólva azt mondta, világosan látszódik, hogy a vendégek túlnyomó többséget továbbra is a szomszédos országokból érkezik. Nincsenek a szlovák és lengyel vendégek, akkor a fürdő valami miatt a magyarországi vendégeknek a kegyét azt még neki, hogy találja mert, mert azt azért tudjuk, látjuk, hogy a 90 a a környező országokból érkező vendég, szeretettel üdvözöljük őket persze, de azért cél lenne az, hogy a magyarországi vendégeket is de csalogassuk, aminek egyébként a belépőjegy nem lehet az, az indoka, hogy nem jönnek, mert a világ legolcsóbb belépőjei vannak Sárospatakon a végadó fürdőben. Végadó fürdő üzleti beszámolóját elfogadta a bizottság. Egyúttal az is elhangzott, már sikeresen megtörtént a téli üzemmódra való átállás is.